Sziasztok! A haszi tanítás arról beszél, mi a helyes hozzáállás a törvényhez és a halakhához. Valaki azt mondja, hogy amit szabad, hát a szabad. Ami tilos, az is valamikor egy kicsit szabad. De a helyes hozzáállás az, hogy ami tilos, az abszolút tilos. Nem is jöhet számításban. Amit szabad, az sem muszáj. Ez a tanítás van a heti szakaszban is. A Kedoshimban, a második heti szakaszban. Azt mondja a Tóra, Kedoshim tiú, kikados, a nia semelok kéhem. Szentek legyetek, mert szent vagyok én az örökké örötei istenetek. Felteszi Nachmanides, a híres Ramban a kérdés. Mit kell tennünk, mit mond nekünk az előírás, hogy szentek legyetek? Mit kell tenni emiatt? Mert hát az, ami tilos, az külön fel van sorolva. Mi a plusz előírás, hogy legyetek szent? Erre azt mondja a Nachmanides, hogy itt arról van szó, hogy még vannak olyan dolgok, ami meg vannak engedve, de nem illik, és azt sem muszáj. És egy nagyon erős kifejezést használ, azt mondja, hogy az ember mindig azt teszi, amit szabad, akkor még elképzelhető, hogy lesz naval birsutatóra, egy undorító ember a Tóra engedélyével, azt itt a törvényi határokon belül. Azon kívül az ember figyel és nem teszi azt, amit nem szabad, még az, ami is szabad, azt is mindig fel kell mérni, hogy mikor igen, és mikor nem, és mennyi a mértéke. Mondj például az evés. Nem szabad enni az, ami nem kóser, az, ami kóser, az szabad. De a mérték azt meg kell tartani. Az ember ne egyen túl sokat, és zabálni nem szabad, pedig kóser, az ember mond rá az áldást, stb. Ez így igaz az egész életben. Azt mondja Nachmanides, hogy erről szól a Tóra, legyetek szentek. A szent az elkülönített és emeltebb. És erről van szó, hogy azon kívül, hogy megvan engedve, legyen egy kicsit elkülönített, tarts magad a távol. A haszit szlengben ennek az a neve, hogy itkafja. Itkafja azt jelenti, hogy valamikor kell csak egy kicsit elnyomni az embernek a természetes vágya, kézben tartani és irányítani. Ez nem egy kis feladat, de egy fontos feladat. Köszönöm szépen, és good job-ot kívánok mindenkinek!